A március ifjak voltak, akik felismerték, tettek nélkül nincs változás és fejlődés, mondta Dombi Rudolf, Sittenhelm Ede honvéd tüzér második kerületi emlékművénél. Mit jelentett ez a felismerés 1848-49 Magyarországának? A független polgári új Magyarország bölcsőjét. Egy nemzet újjászületésének napját, a szabadság, a fejlődés, a függetlenség szimbólumát. A napon, amikor letétetett a szabadság talpköve, 1848-49 hősei a legszebb kincsüket, az életüket adták a hazáért, a független polgári, békés, fejlődő Magyarországért. Európa számára a nemzetállamok közösségének fenntartása az egyetlen reális jövőkép. Erről már Varga Mihály beszélt. A pénzügyminiszter kiemelte, a nemzeti szuverenitásért más eszközökkel ugyan, de ma is küzdenünk kell. A szabadságharc emléke megköveteli az ország függetlenségének megóvását. A körülpillantunk a Kárpát-medencéből, azt látjuk, hogy mintha egy szigeten élnénk. Egy olyan szigeten, amelyben még talán nagyobb szerepe van a józanésznek, mint a ma hivatalos dogmáinak. Igen, szigetszerű ez az élet, ez a lét az Európai Unióban. Néha úgy érezzük, hogy a bevándorlás, a migráció, a genderpolitika és más brüsszeli kezdeményezések hatására, mintha egy szigeten élnénk. Island of difference. De hát ezt ne fogjuk föl egyfajta pessimista végvárként. Ezt fogjuk föl a bátrak küzdelmeként, egy olyan helyszínként, ahonnan meg lehet fordítani akár még a világ sorát is. Hiszen a hajnalcsillag mindig akkor ragyog a legfényesebben, mikor a legsötétebb van. Sittenhelm Ede tiszteletére 2004-ben állítottak emlékművet a Bimbó út és az Alvinci út kereszteződésénél. A honvéd tüzér Budavár 1849-es ostromakor halt meg. Bajtársai ott temették el, sírját 1904-ig egyszerű fakereszt jelölte. Ekkor a budapesti polgári lövészegylet tagjai vörös márvány sírkövet emeltek a hősi halottnak, akinek földi maradványait később a Kerepesi úti temető 48-as parcellájába szállították.